sportosat. Híradónk vendégei Kolozsi László 2014 ügető időmár sampionja, valamint Turbuc Sándor, az ügető amatőrhajtó sampion bajnoka. Szervusztok, két bajnok is, ráadásul a Laci, a profi, az már többszörös sampion bajnok. Milyen volt ez az év? Mert egyes hírek szerint azért nem volt egyértelmű. Tehát sokáig kellett izgulni, hogy összejön, vagy nem jön össze ez a idomári sampion. Így az utolsó 2-3 hónap az nagyon nagy küzdelmet hozott, de Turbuc Sándor barátom segítségével sikerült megnyernünk a címet. Mit csinált? Hogy segített hát hozzá? Több lovat rám bízott idomításban, több győzelmünk lett ezáltal, több pénzt keresett, és így bebiztosítottuk. Akkor ilyen jó lovaid vannak? Hát én az ország egyik legnagyobb ügetőfuttatója vagyok, többszörös amatőr sampion, háromszoros. Az a célom, hogy szegény Kovács doktornak a nyolcszoros sampioni címét megdöntsem, ahhoz még ötször kell, hogy sampion legyek. Na, még fiatal vagy. Életem, és minden sanszom megvan rá. Mi az, hogy amatőrhajtó? Mi a különbség? Az amatőrhajtó és a profi hajtó között az a különbség, hogy ha valaki belép a pályára, és műkedvelőként elkezd hajtani, és eltölt egy bizonyos időt a lovak között, kérhet magának amatőr licenszet. Az amatőr egyesületnek az elnöke én vagyok, és idomári ajánlással lehet kérni a licenszet, be kell fizetni egy tagdíjat, és el kell kezdeni hajtogatni amatőr szinten. Ami azt jelenti, hogy egy héten csak egy versenyben hajthat. És a győzelmei száma, ami ugye az idő is meghatározza. Mert ugye tegyük hozzá, ugye szombaton van általában ugye a versenynap, és általában 9-10 futam van. Általában. Igen, de csak egy futamban indulhat. Az amatőr csak egy futamban indulhat. És az idő határozza meg a győzelmeket, mert ugye bejön nem mindenki nyer egyből versenyt. És az alatt, az idő alatt tapasztalatot szerez. És a kinyert versenyek száma után válthat státuszt. Az amatőrből lehet segédhajtó, és utána, hogyha eltölt annyi időt, akár hivatásos hajtó, vagy idomár, hogyha ezt a szakmát választja magának. Segédhajtó leszel, vagy nem? Én már nem lehetek segédhajtó, mert az én győzelmeim száma közel meghaladja a 200-at. Szóval én 10 éve versenyzem. És akkor miért ragaszkodsz az amatőr státuszhoz? A nemzetközi versenyek véget, meg én ezt hobbi szinten csinálom. Nekem van egy elég komplett nagy vállalkozásom, és nem engedi meg az időm, hogy lovakkal foglalkozzak, ezért foglalkozik Laci barátom részben a lovaimmal. Mondom, az ország egyik legnagyobb ügetőfuttatója vagyok, több trénernél is vannak lovaim. Lacinál van sok lovam, Budai Attilánál, Jónás Lajosnál, Horváth Zoltánnál, Kovács Dóránál, és nekem nincs időm ezzel foglalkozni a lovak tréningezésével. Én csak bemegyek szombaton, fölülök a elkészített lóra, és meghajtom a sanszot. De azért csak jársz néha edzeni, tréningezni. Hát mikor az idő engedi, akkor igen, de nagy ritkán. Inkább ezt a tréner. És a Laci szokott akkor odafigyelni rád? Igen, részben. Laci, mielőtt kibontanánk ezt a 2014-es évet, menjünk vissza, mert ha jól tudom, te már utánpótlás sampion címet is nyertél. Ugye háromszor voltam. Tehát segédhajtó sampion. Ugye egyes fámák szerint ugye tehetséges vagy, nyugodt, biztos kezű, jó ütemérzékű hajtó, aki a finishben is kellő erejjel tud támogatni. Köszönöm szépen, ha így gondolják. A szakma így apostrofált téged. Hát nagyon nagy szerencsém volt, mert nagyon jó helyeken voltam, jó helyen tanultam, és majdnem mindig szabad kezet kaptam. És ez fontos? Nekem nagyon fontos volt, igen, és a saját hibámból tudtam tanulni, erőt venni. Nekem jó volt, igen. Idomár sampion lettél. Hajtósampion címmel mi a helyzet? Segéd hajtósampion voltam kétszer, hajtósampion még nem. Itt mindig ott vagyok a második, harmadik, negyedik, ötödik. Most harmadik lettem talán, vagy negyedik. De most, hogyha a lovaid ugye ilyen jól szerepeltek, hogy idomár sampion címet tudtál begyűjteni, akkor nem neked kéne azokra jönni, és akkor meg is lenne akár a... Hát a idomár sampionság a pénznyereményből áll össze, a hajtó sampionság a győzelmek számából. Az én lovaim, amit én idomításon bánok, azok a lovak kerestek a legtöbb nyereményt, és a Lakatos Csaba megnyerte a legtöbb versenyt. Na tessék. De nálam az istában nyernek
Pont ezt akartam, hogy tegyem hozzá azt, hogy ez egy összetett dolog, hogy ugye a tréner elkészíti az amatőrnek a lovat. Igen, igen, igen. Az amatőrnek meg kell vele nyerni. A szakmai munka az ő dicsősége, mert bejön egy amatőr az utcáról, föl egy lóra, és nyer egy versenyt. Szóval az nem, a, nem, a, nem teljesen... Mindenkiből tudnál győztest faragni? Hát hála jó Istenek, egész sok embernek sikerült tavaly nálam versenyen. Jött a kézilabdázó kislány, de Eszter Dóri 3-at nyert nála, Süni nyert 2-t, azt hiszem Lakatos Árpi nyert, az öcsém Kolozsi Sándor nyert. Nyilosi Bálint nem nálad. A Bálint nem hajtott még nálam. Ő még hajt egyébként? Hajt, igen, hajtott most is. Találkoztok? Minden nap, persze. Minden versenyre. Nagyon jóban vagyunk a Bálinttal. Egy nagyon jó érzésű fiatalember. Egyszer még lehajt téged időzébe téve, tehát legyőz majd? Egy futamba esetleg. Hát most összességében néz egész évben a... Hát egész évben nem egy kategóriát képviselünk, mm-hmm. mert ahol én hajtok a championátus címére, ő ott nem hajthat. Mm-hmm. Bálint nagyon-nagyon-nagyon jó érzéke van a hajtáshoz, csak kevés lehetőséget kap, ugye már hát a fotball elviszi az idejét. Mellette, igen. A fotball elviszi az idejét, viszont nagyon-nagyon jó érzéke van hozzá. Laci, ugye jó érzéked van ehhez a történethez, honnan jött ez, honnan alakult? Hát ez egy gyerekkori Mikor szerelem. Mikor kezdődött a lovakkal gyerekként. Való kapcsolatod? Gyerekként, már iskola után mentem a lovakhoz. Tehát általános iskolás korodban már... Már jártam, igen. Hová? Akkor még az Ügetőre, Kerepesi úti. És ez honnan jött? Hát nem tudom, szüleim kijártak nézőként a lóversenyre, szinte ott nőttem föl a galoppáján. Nagyon szerettük a lovakat. És a Budai Attila volt a sógorom, amikor 14 éves voltam, és ő vitt ki a istállóba. És ővel... mikor ültél először szulkiba, vagy mikor ülhettél lóhátára nyerekben? 14 évesen, én már trenírkocsiba ültem szulkiba, 15 inkább. Nyerekben? Nyerekben 14. És nem fogott meg? Nem, nekem jobban tetszett az Ügető. Nyerekben már ott voltak a testvéreim. A két bátyám ott dolgozott, ők ott lovagoltak, és nekem jobban tetszett az Ügető. Igen? Igen. És mikor érezted azt, hogy neked való ez a Ügető? Hát, nem tudom, hamar. Hamar? Én már 17 évesen, már licencem volt, 17 évesen már versenyt nyertem. Lovakkal ennyire jó a kapcsolatod? Azt mondják, azért az nagyon fontos, hogy az ember megtalálja, vagy nem, a lóval a kapcsolatot. Egy ló szemébe bele kell nézni, és látni kell, hogy mi van. Példakép volt gyerekkorodban? Én a Pavlovic volt a példaképem. Gyerekként, amikor kijártam nézőként, én neki drukkoltam. Uh-huh. Nagyon szerettem az ő hajtásait, a pedálságát, a tisztaságát, meg mindent. Ő volt a példaképem. Akkor te egy profi lovas ember vagy, ugye? Hát így van, nekem ez a hivatásom. Most van egy kis szünet, 25-én kezdődik, ha jól tudom, ugye? Igen, igen. Ez évi futamsorozat. Ilyenkor pihi, lovak is pihennek, ti is, vagy nem lehet pihenni? Hát pihenés nincs. A idősebb lovaim, akik végig versenyezték a szezont, azok kapnak egy két-hét karámot. Az utolsó egy-két hónapban többet futottak, hogy meglegyen a championság. Ők szusszolnak egyet, de a fiatalokat készítjük. Uh-huh. Te meg gondolom, kihasználod most, hogy nincs verseny, most aztán hát jobban tudsz mással foglalkozni. Hát így van, a magánélettel, mert a céggel, hála Istennek sok gyerek van, több időt tudom velük tölteni, meg hát ugye elindult az újévi hajtás, és most a munkámra koncentrálok. Mm-hmm. Hát majd 25-én visszatérünk. Nagyon várjuk, mindannyiunknak nagyon hiányzik, ez egy családi program, egy családi esemény. Egész évben megvan, hogy szombat. Szent. Igen. Vasárnap kijártok egyébként a galopp futamokra, vagy az már... Mi ki? Ki. Mi igen? Lóbetegek vagyunk, szóval... Család... Nekünk ez a hobbink, az aha, minden. Ez az életünk. Élet. Neked honnan jött? Hát nekem édesapám által jött ez az egész lóversenyzés gyereknek. Galopp. Aztán elkezdtem próbálgattam a galopon lovagolni, aztán elég hamar súly problémák lettek. Az élet elvitt teljesen másfelé, uh-huh. és a Lacinak a volt sógora, nekem unokatestvérem a Budai Attila, és egyszer véletlen kinéztem egy karácsony előtt a Ügetőre. Uh-huh. És akkor kaptam egy kis injekciót, hogy nem lenne kedvem kipróbálni.
és hát kipróbáltam. Jó dolog. És rögtön megfogott? És rögtön megfogott. Hát, mi gyerek... fogott meg benne? A sport. Én világéletemben sportoltam. Világéletemben sportoltam. Mi és... sportoltál zárójelben? Boxoltál? Én hát én birkoztam. Birkoztam annó még az Újpestben. Uh-huh. Pólicska Béla bácsinál, uh-huh. és Katona Sanyi. Akkor kötött fogás? Igen. Igen. Elég jó szinten, de hát onnan is teljesen másfelé vitt az élet. Uh-huh. És valami, a meló mellett valami kiegészítést kellett találni, és a lovakba találtam meg a szeretetet, a kikapcsolódást, meg azt, hogy valami motivál életet a munka mellett, tudok valamit csinálni. És hány lovad van? Hát jelen pillanatban olyan 50 körül. 50 ló. Tehát kimentél egy karácsony előtti hétvégén a kincsem, akkor még a Kerepes úton lévő ügetőre, beültél a szulkiba, és akkor onnantól akkor elkezdtél még lovakat is enni, mindez. Hogy jött ez a bogám? Jó, az ember belül a szulkiba, jó, tetszik, oké, bérelek lovat, kiment, vagy bármi. Kimentem egy gyerekkori barátommal, Lakatos Árpáddal, bementünk az Attilához hátra az istallóba, és néztük a tréningezést, és hogy volt akkor volt a galoposok hajtása, a színészek hajtása, és hogy hajtsunk benne, vagy hajtsak benne. És megfogott, fölcsigázott, és akkor nem volt csansz erre lehetőség, hogy hajtsak, mert nagyon közel volt az ünnep, és már megvolt a tervezett létszám, akik hajtanak, és nem volt benne üresedés. És akkor a barátommal, Árpáddal megbeszélt, vegyünk egy lovat, kérjünk magunknak amatőr licenszet, vettünk egy lovat, hát vegyünk még egyet. És akkor vegyünk még egyet, és akkor így elkezdődött a lóvásárlás, és ugye az ember ez olyan, hogyha valamit megszeret, és első évben champion lettem, ahogy elkezdtem hajtani, első évben champion lettem, jött a siker. És ugye egy amatőrnek kell, hogy saját lova legyen, csak úgy tud érvényesülni. Hát és ahogy jött a siker, úgy nőtt a lólétszám. Akkor Fábri ezért nem tudott? Vagy végül ő is vett a Tolnaitól lovat? Nem is tudom. Vett lovat. Mert tudom, hogy sokáig csak van. A Tolnai lovaival, Tolna istállóba jár be, és ugye onnan kapott lovakat, azzal kezdte a Sándornak hajtást. Mai napig is vannak lovai. És, de ő nem hagy. Hát most szüneteltet szerintem. Hát ugye a gyerekszületés, meg... Hát meg a Tolnai Laci elvesztése. Laci elvesztése szünetelt. Meg hát ugye szerintem a Sanyinak se fér bele az idejébe az, hogy most bejárjon, gyakoroljon. Azért ez nagyon sok gyakorlat kell. Hát azért vannak a mesterek, hogy felkészítsük a lovakat, és az egy amatőr meg effektív, amilyen tempóérzéke van és milyen tehetséges, úgy tud eredményt elérni. Uh-huh. Akkor te felkészíted a lovat, és én kimegyek, és csak beülök a szulkiba, és akkor kész, ennyi? Igen. Sőt, én is az első versenyt nálam nyertem. Ez túl egyszerű. Azért nem ilyen egyszerű azért. De hát kell egy gyakorlás, meg érzés, meg küzdeni akarás. Meg ugye azért jön a többi szulki, odafigyelni, kerekek ne találkoznak. Azért vannak szituációk, amiket nem lehet csak úgy gyakorlás nélkül gyakorlás, de lehet nyerni. Ez egy októberi futam, ugye? Igen. Ez miért volt annyira fontos? Miért annyira fontos ez? Jól látom, ez a két évesek nagy díja, és az egyik legtöbbre becsült győzelmem. Mert? Igen. Hát én nagy dolognak tartom, hogy két éves évjárat első legyen egy ló. Hanyas két számmal? Egyes számmal. Sőt, a startnál olyan elbizonytalanodott annyira, hogy teljesen meg kellett fognom, majd mindjárt jól lehet látni. Előtte egy héten nyertem vele egy versenyt, nagyon jó idővel, és egy második, harmadik szansz volt itt már be a versenyben. Én nagyon bíztam benne, hogy én nyerem. Előtte lévő verseny nagyon könnyen nyerte, az volt a záró munkája. Uh-huh. És itt a startnál egyszerűen teljesen elkezdett bizonyítani, nem mert menni. Lehet is látni, hogy lemaradok, kimaradok a képernyőből. Így? Hát inkább megfogtam, itt már úgy, hogy talpon volt, de inkább megfogtam, hogy ugorjon egyet, mert... Ugye ez a két évesek. Igen, ez a két évesek nagy, ez egy 1 millió forint volt az első díj. Ez a két évesek legnagyobb versenye. Indult már abból a pozícióból ez a ló? Le, túl annyira a szélén, a pálya szélén? Nem, ő leghátul vagyok, én nem vagyok most képen. Uh-huh. Én teljesen kimaradtam startnál vele, hogy nehogy ugorjam. Ezek mind nagyon bizonytalan lovak, nagyon idegen. Rosszul starttal egyébként? Vagy nem, akkor nem mondhatnám, hogy rosszul starttal. Itt valamiért csikó, ő még csikó volt, ez volt élete negyedik futása. És teljesen kimaradtam, de itt mindjárt
itt már talpra esett, itt tempót váltok, és innentől nem lett semmi gond nem volt. Itt sokan kételkedtek bennem, hogy mit csinálok, így utólag hallottam. Mert? Hát, mert ez nagyon olyan dolgot vállaltam fel, amit nagyon kevés ló bírám. Egy ilyen darabot kitolni, csikóként. De látom, elég hamar itten. Hát igen, és itt még tovább fokozom a tempót itt. Mert ugye általában nem szoktak ilyen hamar visszajönni. Így van. Még a favoritok se, akkor kivárnak, szép lassan mennek, ugye középen. Hát én azért tudom, hogy mi van a kezemben. Jó, mondanod, hát hogy te lovad. Sokan kételkedtek bennem kívülről, de utána nekem adott igazat a verseny, mert megnyertem. Akkor hátulról nagyon gyorsan előre mentél. Tán... Hát én csikóként jobban szeretem, zavartam a versenyt nekik. Aha. És támadtam ki ott. Meg hirtelen meglassult annyira a tempó, hogy éreztem, hogyha kiteszem, meg tudom őket kerülni. Egy orosházi tenyésztésű. Azóta futott a lovad? Nem, azután nem. Egyből pihenőre került, majd most jön föl vissza a pihenő. Lenn van orosházra a tenyésztő, jönni Kulik Feri. Akkor most derbi? Ő a derbi várományoson, így van. Hoppá! 2015 esetleges derbi győztesét látjuk most itt futni. Jó Isten adjál, reméljük. Volt már olyan? Tavaly második lettem a derbibe. Csak második. Győzelem? Hát, második. Győzelem nem volt még. Második, hát akkor most már itt az ideje, ugye? Hát jó lenne. Viszont a Sanynak ez nem adatik meg akkor. De ha én győzelmeim révén... Mármint a derbül. Hajthat ő derbülön. Igen. Hát annyi verseny, mondom még egyszer, hogy amatőrt az minősíti, hogy hány versenyt nyer. Nem egyszerű annyi versenyt nyerni, és 15 versenynél hajthat már a profik között is, 30 versenynél hajthat napi főfutamban, 60 versenynél hajtott kiemelt tenyészversenyben és derbiben. Akkor, aha. Aki 60 verseny nyert amatőr státusszal rendelkező hajtó. Derbi győzelem? Bízunk benne, hogy előbb-utóbb most már meg lesz. Hajtottam már a derbiben, volt helyezés, negyedik, ötödik díj, az még a rutintalanságnak szólt, de bízunk. És ezt a lovat te hajtottad, ugye? Ezt én, igen. És csak én hajtottam, hogy jöttem. Odaadnád neki? Sűnnek bármit, persze. Bocs, szervezem itt neked a... Köszönöm. Hát mindenki tudja, jó is tudja bármi, persze. Én azért elég nagy rutin, elég sokat hajtok versenynaponként, de én nem csak azt az egyet hajtom, ami már az amatőrök között, mivel majdnem közel 200 versenyt nyertem, szóval minden futamban hajthatok. A nemzetközi versenyek véget, világbajnokság, Európa-bajnokság, Európa-bajnok harmadik voltam, Mönchengladbachban, ezért tartom fent az amatőri státuszt. Erről nagyon keveset, vagy szinte semmit nem lehetett olvasni, nem? Hát sajnos nincs olyan. Hát sajnos... Ez mikor volt, akkor gyorsan? 2010-ben voltam Európa-bajnok harmadik, Mönchengladbachban. Négy futásos versenyből zajlott le ez az egész, amiből sajnos azért nem lettem Európa-bajnok, mert két futamban nem indult lovam, és így csak az átlagpontszámot kaptam meg a hatodik helyet. Ha már effektív, ha négy futásból egyszer nyertem, egyszer második voltam, és hogyha a másik kettőben hajtok, és jobb helyezést érek el, akkor most én vagyok az Európa-bajnok. Nem most, 2010-ben. Vannak még ilyen terveitek, hogy EB? Nemzetközi versenyek? Én folyamatosan versenyzem. Külföldön megyek, Máltára, szoktunk menni Ausztriába, szervezünk versenyeket itt-ott. És azóta, hogy nem sikerült elbírni, ilyen jól szerepelned? Nem voltam, nem mentem, nem engedte az időm, hogy menjek. És te? Minket profikat nagyon nem hívnak, nekünk nincs ilyen találkozók. Nem, a hajtósampion megy a EB-re, most Lakatos Csaba lett megint, ő megy, de minket profikat nagyon nem. Nincs ilyen találkozó. Mennyire fogtok összetartanak össze az idomárok? Hát sajnos annyira nem, amennyire kellene. Mi a baj? Hát mindenki a saját maga malmát hajtja, és a saját becseni maga igazát. Csütögető, ugye? Saját maga igazát, ami nem igaz. Sajnos, de nem tartunk össze. Mm-hmm. Próbáltam, mondták, legyek ilyen idomár egyesület elnöket, tartsunk össze, új igazgatóval, próbáljunk valamit, próbáljuk segíteni a munkáját, mert sajnos nem. És most, hogy ugye új igazgató lett, ugye a Pécs István személyében valami esetleg nálatok is változhat? Hát reméljük, jó irányba sok minden változhat. Szerintem partner mindenben az új igazgató. Slóversenyzést akarok. Pálya? Pálya, a galopp homokot most kicserélték, a mi kis homokunkat is, amit tréningezünk, azt mondták, hogy kicseréljük majd a versenypályánkat is.
Mennyire járunk még egyébként külföldre nemzetközi versenyekre? Nagyon kevesen. Ennek mi az oka? Hát jobbak a kinti lovak, sokkal jobbak. Na, tenyésztő úr, hát nem lehet jobb lovat tenyészteni? Nagyon zárt, de most kezdek tenyészteni. Ugye? Nem mondom én. Nagyon zárt a magyar tenyésztés. Mm. Nagyon zárt a magyar tenyésztés, és nagyon nehéz jó alapanyagot behozni külföldről. Zárt a tenyésztés, nem lehet behozni, reméljük... Ugye Rádi háza, jól tudom? Rádi háza az egyik legjobb, Orosházán van a Kulikfarm, ő a másik legjobb, mm. aki adja mostani lovakat. A Tonyosz Kulikfarm tenyésztés. De az a baj, hogy nem lehet import, minőségi, jó lovakat behozni fiatalon, Magyarországra, és hogy de a magyar tenyésztés, mert zárt a tenyésztés. Behozunk egy külföldi lovat, az nem futatítom az évjárat versenyekben, éves versenyekben. Nem éri meg behozni. Behozunk egy jó lovat, nem tud itthon. De ezt a magyar szabály nem engedi? Így van, ezen kellene változtatni. Hát akkor ezen lehet, mert ezen csak nekünk kellene magyarok. Csak akkor a magyar tenyésztés visszavesik. Értem. Meg itt van, amíg születik egy évvel, marad 80 ló körülbelül minden évjárat, ott kint marad Franciában 8-10 ezer. Franciaországban 10-12 ezer csikó születik. Na, merítés teljesen más. Igen. Más az alapanyag. Igen. Itt örülni kell szinte mindegyik. Itt örülni kell, ha egy évben 100 verseny, ami versenyből marad, az már nagyon nagy dolog. Sajnos. Azért akkor tenyésztésbe belevágsz? Most kezdem, igen, a tenyésztés. Van egy nagyon jó svéd anyakancám, szerintem az ország egyik legjobb anyakancája származásilag. Az, hogy milyen csikót fog adni, az még lutri. Hát ugye minden, még overdoznál sem lehet tudni majd, ugye? Így van, de hát bízunk benne. Ugye? Tessék? Bízunk benne. Bízunk Dózinak. Dózinak is. Mik a céljaid? Például neked, Laci. Hát egy derbi győzelem mindenképp. Megértél már rá? Hát most én úgy érzem, hogy igen. Már tavaly a második hely nagyon nagy dolog volt, mert majdnem esélytelen lóval lettem második, de pont jó időben, jókora ért topra a ló is. Ki volt a derbi győzte? Szaharin. A derbi győzte Szerelmeser volt. És én lettem a második a Szaharinnal. Te megnyerte a Szent István díjat. Szerintem meg. Fontos egyébként? Derbi győzelem? Hát szerintem igen. Szerintem igen. Van köztetek rangsor egyébként idomárok között? Mert most az, hogy melyikében most ki a champion, az mindig szinte változni szokott általában. Hát, tehát ugye ez, vagy ez egyfajta így be is határolja, hogy rangsorban hát, a nézők meg a tulajdonosok biztos felállítanak egy rangsort, hogy kire bízzák a dolgokat, kinek nem. Én nagyon nem foglalkozok ezzel, én csinálom a magam dolgát. Én nem szerettem. Hány lovat bíztak rád 2014-ben? Hát volt időszak, amikor 50 lovam volt, utána elvittek egy 20-at, uh-huh. most van 26-8. Mindig változik. Ha most, hogy teretél az idomár champion, az azt jelenti, akkor most majd kopogni fognak az ajtódon? Hát ideig egy kopogom, jött egy új tulajdonos, aki nem volt, nem tudom. Ez egy hatalmas mókuskerék, egyszer sok, egyszer kevés, egyszer fönt, egyszer lent. És érdekes, akkor nem lehet tudni konkrétan, mitől függ. Nem. Te hiába lettél... Van egy 3-4 fix tulajdonosom, aki hosszú-hosszú évek óta velem, vannak a Sunyi, Kulik Feri, Mollár, Karcsik, Osztony, Judit, Kőbáritának nálam van a lova. Ő még hajt? Szilveszterkor hajtott nálam, harmadik lett. De ennyi? Ennyi, egy évben egyszer az a szilveszteri színésportolóba hajt. Tavaly előtt ő nyert, azelőtt is ő nyert, most csak harmadik. Tudott, de van egy saját lova, ami van egy saját lova, ami nálam van, igen. Megnyertem a tavaszi handicapet, az is hozzá. Az időként fut, de a szulkiban nem a Rita ül, hanem te ül szépen. Aha. Mennyire népszerű ma az ismert emberek között az ügető? Jönnek sorba, kopogtatnak, vagy megállt? Mert időben beindult ez a folyamat, ugye Lázs Nyilasi Bálint is, stb. Aztán most Fábri... Nem, mert volt egy generáció, amikor jöttek a Sünék, ők hoztak új tulajdonosokat, jöttek, most valahogy kellenének új tulajdonosok. Most próbálkozunk ilyen szindikátus istálókkal bevonni külsősöket, talán az majd megindítja. Nem volt elég reklámja egyik szakánknak sem, se a Galopnak sem, a ügetőnek, és nagyon bízunk a mostani vezetésben, hogy Pécsi úr, ugye lovasember, igen. És ő is tudja, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha van reklámja. És most egy nagyon jó irányba indult el az igazgató úr, és bízunk, hogy ezáltal be lehet hozni több cégeket,
embereket, akik szeretik a lovakat, családokat, ahogy jól is fogalmazott, családi hétvégéket, mert ennek mint külföldön is, ahol én jártam versenyezni Majorkán, Olaszországban, Máltán, ott a családok kimennek, jól érzik magukat, a gyerekek a fűn szaladgálnak, a feleségek kint ülnek, beszélgetnek, a férfiak élvezik a sportot. Megadják a rangját annak, mikor egy ló nyer, akkor oda megy a család, fotózkodik vele. Eznek egy társadalmi eseménynek kellene, hogy legyen. Zárásként, sajnos időnk lejárt, ez a rossz hírem. Lejárt az időnk. Zárásként, ezért szerettem én a galoppot, ahol valóban lehet találkozni a lovakkal, úgymond test közelből, míg ügetőnél azért ez egy kicsit másabb, egy sokkal másabb, sajnos. Jóval távolabban az emberektől, hogy ezt kéne volt kitalálni. Külföldön jó példa van rá. Hogy ezt hogy lehetne közelebb hozni az emberekhez a hajtókat, a lovakat. Időn sajnos lejárt. Egy-egy nagyon rövid mondat. 2015 fő célja. Öcsém segédhajtó sampion, derbi győzelem, amatőr sampionságban segíteni, ne legyen rosszabb, mint tavaly volt. Jó Isten adja meg nekünk. Sándor? Ilyen van egy. Úgy szintén, 2015-ben is én leszek a sampion valószínű. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó internetes média partnere a lovasok.hu. Lóháton még színesebb a világ.